Egészségügy után kultúra, korszakalkotó percén következnek. Korszakalkotó percek. A műsorszám támogatója az UniCredit Bank. A korszakalkotó percek szókifejezés nehezen kimondható, nem pedig egyszerű. A program, de ezt majd elmondja nekünk Tévai Balázs, jó reggelt kívánunk. Jó reggelt. A program és a kezdeményezés, mert hogy fiatal tehetségekről van szó, nagyon jó. Hát nyilván ez artikulációs bázis kérdése, tehát valaki jobban ki tudja mondani, valaki kevésbé. És valószínűleg ez a program tartalmát nem minősíti. Nem. Egyébként szerintem tök jó a szó. Tehát ugye itt arról van szó, hogy olyan fiatal tehetségeket keresünk három kategóriában, zene, ízvilág, illetve képzőművészet, akik már tulajdonképpen kicsit túl is vannak a tehetség kategórián, tehát már bizonyítottak, már van mögöttük valami, és igazából azzal próbáljuk őket támogatni, hogy olyan helyzetbe hozzuk őket, amikor még egy nagyobb lendületet tud venni. Azért az, hogy korszakalkotó, abban benne van az, hogy közülünk mondjuk többekre 50 év múlva is emlékezni fogunk? Hát azt mondom, hogy egy program nevénél, nem kitalálások a nevénél, nem lehet kis hitűnek lenni. Tehát, hogyha ennél kisebb ambícióval vágunk bele valamibe, hogy azt mondjuk, hogy hát lehet, hogy ilyen korszakalkotócskák lesznek. Ugye arra van, hogy nem kapják fel az emberek a fejüket. És én azt gondolom, hogy ez így is kell csinálni. Tehát tényleg itt már a zsűrizés kapcsán is azt láttuk, hogy elképesztően sok fiatal tehetség van. Mennyi volt a nagy kalapban, amiből 9 lett végül? Egészen pontosan emlékszem, a zenei szekciónak vagyok a vezetője, ott 33-34 volt, a másik kettőben 17-18 jelölt volt, és itt tényleg az volt, hogy nagyon, tehát én nem, a zenéről nem csak én döntöttem, hanem gyakorlatilag a többi zsűritag is, tehát Topor Tünde a képzőművészeti résznek a felelőse, Csapodi Balázs, a Kis Tücsök vendéglőnek a tulajdonosa, az Ízvilági, de ugye szintén még a nagykövetek teljenek a programnak, Somorja Jenikő balettáncos, illetve az On The Spot alkotópáros, a Cseke Eszter, Estaker Csandás, tehát így együtt, és még néhányan, akik tanácsadóként részt vettek ebben. Tehát, hogy nem feltétlenül kell most nekünk ugye a különböző televízió műsorok, tehetségkutató műsoraival kapcsolatban foglalkoznunk, vagy most erről beszélgetni, de azért az fontos elmondani, hogy a zene terén azért ott vannak tehetségkutató műsorok most már jó pár éve. Ugye említett, hogy a másik kategória, hogy az ízvilága, vannak már olyan típusú műsorok, ahol a gasztronómia fene gyerekeit, tehetségeit keresik. Ellenben a harmadik műfajnak még nem találták meg, ugye, a televízióban azt a műfaját. A képzőművészetnek, így van, hát, amivel megismerhetnénk őket. Alapvetően, nyilván most abban nem menjünk bele abba a vitába, hogy vajon az általunk zenei tehetségkutatónak tartott műsorok, vajon azok-e. Tehát én azt gondolom azokról a műsorokról, hogy nem gátolják meg zenei tehetségek feltűnését, de azok alapvetően szerintem inkább show műsorok, nagy költségvetésű show műsorok. Sok tehetséges embert így ismerhetünk meg. Amiben sok tehetséges meg. Fiatal van, de nem, tehát én azért ismerek sok olyan zenészt, aki fiatal tehetséges, és nem indult el ezekben, mert nem akart bekerülni ebbe a kategóriába, hogy én egy ilyen nem feltűnt zenész vagyok. Van olyan, aki visszalépett második forduló után, tehát tehetséges. A séf ugyanígy, tehát jelen esetben ez a program, a korszakalkotó program, az tényleg az értékekre próbál koncentrálni, és arra, hogy például mi alapján válogattunk, tehát ez is tök érdekes volt. Tehát, hogy alapvetően itt van nagyon sok tehetséges fiatal, és mi arra próbáltunk koncentrálni, hogy tényleg ez a egy szóval az elhivatottság. Tehát kiben látjuk azt, hogy ezt akarja csinálni, ha beledöglik is, ez az élete célja, ez az élete értelme, azért jelentkezett. Például volt egy tök jó része a jelentkezésnek, meg kellett mondani, hogy mit csinálnál a nyereményeddel. Hmm. És már az is, hogy mit mond, hogy ő mire akarja használni. Ugye volt a borászok, azok többen is traktort akartak venni. Ami ugye neki nagyon fontos, hogy ott a domboldalban tudjon traktorra menni. A nyeremény 3 millió forint, tehát senki ne gondoljon arra, hogy itt több 100 millió forint pörög. Akkor volt, aki, azokat is nagyon szerettük, aki azt mondta, hogy önképzésre, egyetemre megy. Nem tudom, volt, aki azt mondta, egy sörös csapat, hogy ő környezetbarát acélhordókat akar venni. És mondjuk a zongoraművészünk, a kategóriádban Villányi Dániel, ő A Villányi Dani az külföldi mesterkurzusokra menne, emlékeim szerint, tehát ő is tanul. Például az ő esete nagyon érdekes volt, mert a Dani egyébként egy kifejezetten introvertált fiú, de mégis annyira a kisfilmen, amit készített magáról, meg az összes megszállásában annyira szimpatikus volt, meg annyira azt éreztük ezt az elhivatottságot, amiről előbb beszéltem, hogy nem volt kérdés. Tehát ő például totál egyértelmű döntése volt a zsűrinek, mert hogy annyira jól meg tudta fogalmazni, hogy
hogy miért csinálja ezt, és miért tette fel erre az életét. Apróság az egész történetben, bocsánat, csak engem érdekelne az is, hogy maga a gondolat, ez a program, ez kitől jött? Az UniCredit Bank indította el konkrétan, vagy pedig voltál te, vagy bárki Magyarországon, aki bekopogtatott, és ők azt mondták, hogy gyerekek, ez nagyon jó, csináljuk, szponzoráljuk. Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, abban pontosan azért, mert hogy Magyarországon azért a mecenatúrának a kultúrája, tehát hogy hogyan támogatunk egy programot, hogy találjuk ki azt ebben egy pénzintézetnek, egy banknak a jelenlétét, milyen célt támogatunk, azért nagyon gyenge lábakon áll. Tehát azért láttottunk már erre nagyon rossz példákat, amikor a támogató logója az a retinánkba égett, viszont nem láttuk azt, hogy mi az, amit támogat. Én azt gondolom, itt ha megnézitek, itt ez egy nagyon kultúrált módon valóban a tehetségeknek az előtérbe tolásával megy, ugyanis, hogyha nem is nyer itt valaki, azért nagyon komoly média figyelmet kap. Tényleg plakátokat, ugye most egy hosszú szavazás indul az interneten, tehát nagyon sokat beszélnek róla, de hogy válaszoljak a kérdésedre, Robi, a bank felől érkezett a megkeresés, engem is felkértek erre, először végigolvastam, megnéztem, és azt gondoltam, hogy ez egy tökre vállalható dolog, sőt, annál sokkal több, mert ugyanis aki itt nyer, az tényleg egy olyan ugródeszkáról tud majd elugrani, amivel más nem élhet. És miért jár ilyen gyerekcipőben a mecenatúra idehaza? Nem csak vállalati oldalról, hanem a magánszemélyek részéről is azért tehát anyagi háttér már lenne rá a felsőbb rétegekben. Hát ez sajnos el van rejtve benne a megfejtés, tehát, hogy azért, tehát a kultúra miatt jár, tehát hogy egyszerűen hogy támogatunk valamit, tehát hogy mecénáskodunk, az egy teljesen mások attitűd. Tehát alapvetően ugye volt egy olyan periódus ennek a rendszerváltozás utáni időszaknak, amikor ugye tényleg az volt, hogy aki támogatott, az azt éreztette a támogatottal, hogy ő egy kegyet kap, ugye? Tehát igen. És volt egy nagy bank, amelyik például állandóan, ugye az volt az érzésed, hogy akkor, na jó van, akkor gyere, megsimogatom a buksidat. Na, de érdekes, te zongorázol, na jó van, gyere te is. Tehát meg bementél egy színházba, és akkor egy hatalmas plakát fogadott, hogy a színházat kitámogatja, vagy melyik bank, vagy melyik intézet. Szóval szerintem ezt kell szép lassan megtanulni, és ez még nem megy annyira egyszerűen. Én azt látom, ez a művészeti projektekben egyre jobban kezd működni. Tehát, hogy ne csak erről a programról beszéljünk, hogyha azért megnézzük, azért már van egy-két olyan fesztivál, amit már nagyon kulturáltan és diszkréten támogatni. Nem szóval, hogy mondjam, az egyáltalán nem baj, hogy az UniCredit Bank támogat valamit, sőt, igazából az a jó, hogyha mind egyforma, tehát balanszban van az egész. Tehát amit ők is azt érezzék, hogy megkapták, amiért ezt az egészet kitalálták, de semmiféle ellenérzést nem született. Még azért említsük meg, hogy Jónás Fere, illetve Kálnai Zsófa énekes van igen, még ebben az, a igen, kategóriában, amit azért nehéz így összehasonlítani ezeket a szeleteit. Hát képzeld, hogy még sokkal nehezebb volt kiválasztani ezt a hármat, mert hogy nem csak hogy bejutott egy zongoraművész, egy opera énekesnő és egy gitáros énekes előadó, de hát volt nekünk még itt DJ-nk, volt itt hegedűművészünk, volt más opera énekesünk, volt lemezgyűjtőnk például, volt egy srác, akinek elképesztő bakelit lemezgyűjteménye volt, és annak egy ilyen múzeummá fejlesztésére adott be pályázatot, de ugyanígy a gasztóvonalon ízvilágban bejutott egy borász, egy sörös páros, illetve bejutott egy barista, tehát egy ilyen kávé. Igen, az főző. Is egy jó csapat. Igen, ott még egészen lenyűgöző volt annak a fiúnak az elhivatottsága, aki Szekszárdon csinál egy kávézót, és de valami olyan vehemenciával, energiával, tehát akkor azt érzed, hogy valaki az egész életét felteszi igen. arra. Hát meg ő képzésekben is nagyon-nagyon-nagyon. Na például ő volt az, aki jó rész képzésekre fordította igen. volna a nyereményet. No, és az a szerencsés helyzet van, hogy be is fogjuk mutatni. Igen. Honnantól kezdődően érkeznek hozzá majd a jelöltek. Zenei kategóriát. Köszönjük szépen. Köszönjük. És önöknek is köszönjük szépen a ma reggeli figyelmet. Tudják, hívják Somos Andrást a fórumban, mert ilyenkor már várja a hívásaikat. Mi pedig jövünk holnap, és nagyon örülhetnek ezen a napon, nem csak azért, hogy elkezdődött a hét, és dolgozni kell, hanem annak, hogy egy olyan napon dolgozhatnak, amikor nagyon jó idő lesz, szinte már ilyen tavaszias idő lesz. Így az igazi dolgozni, hogy kint jó idő van, bent meg dolgozni. Hogy néznek ki az ablakon, hogy a sok ember, aki nem dolgozik, hogy élvezheti. Szép napot! Jó időt! Korszakalkotó percek. A műsorszám támogatója az UniCredit Bank.